De mellékelt rábra azt mutatja, hogy amikor feszít, akkor ez itt szépen fölpattan. A fákat körülvevő fém abroncsokat szemlézi Szekszárd főkertésze és a Medélyugó város alpolgármester a helyi platánsornál. A több mint 100 éves platánok hatalmas gyökerei több helyen felnyomták a térkövet, sőt még a fák köré helyezett abroncsokat is, ez pedig baleset veszélyes. A jelenséget több nézőnk is jelezte, most megoldás születik. Mindegyik fa körül ezeket az úgynevezett favermeket meg kell igazítani. Első körben ezeket a fémabroncsokat el kell távolítani, ami néhol látszik, hogy már maga az baleset veszélyes, nem csak a gyökér, ahogy fölnyomja a burkolatot. A fémkeretek eltávolítása után kezdődhet a térkövek újrarakása, a fákat körülvevő vermek kibővítésével. A tervek szerint a platánok közötti közlekedő teret viszont nem szűkítik le. Ezen a szakaszon ugyanis sokan közlekednek, mert a busz és a vonat pályaudvar is innen közelíthető meg a legegyszerűbben. A munka napokon belül elkezdődik, a legnagyobb fákkal viszont csak később végezhetnek a szakemberek. Azoknak a gyökerét most a szárazság idején ugyanis statikailag veszélyes lenne megbolygatni. Én egy kora őszi időszakban gondolnám, hogy azt, ahol a gyökereket is esetleg föl kell tárni, ott biztos, hogy azt az időszakot kéne megvenni. Tehát egy ekkora lomb koronánál nem lehet kiváltani egy locsoló lajtos kocsival itt akkora mennyiségű vízről, és beszélünk. Gyurkavics János Szekszárd alpolgármestere azt mondja, a munkálatok során a személyi biztonság lesz az első, de a hatalmas fákat is óvni fogják. Látjuk mi is a problémát, és orvosolni szeretnénk úgy, hogy megvédjük a fáknak az egészségi állapotát, úgyhogy a fákba kárt ne okozzunk, és gyakorlatilag továbbra is biztonságos gyalogjárdát biztosítsunk a lakosságnak. A platánsoron tehát néhány napon belül elkezdődhetnek kisebb munkák, amiknek a befejezése a tervek szerint kora őszre várható.